A civil összefogás fórum kamionja látható Pécsen a Széchenyi téren. A szervezet úgy döntött, vándorkiállítást rendez a 2006-os eseményekből, mely az 50 éve történt terrort idézi fel. Az 56-os forradalmat idéző ünnep alkalmával a hömpölygő tömeget terror alá vette az azonosító számmal nem rendelkező rendőrség, mondta Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő. Ez egy skandalum volt Európában, hogy ez megtörténhetett, és aki akkor a kormányfő volt, és aki akkor az utasításokat adta, és aki miatt egyébként az akkori zavargások is kitörtek Budapest utcáin, ő Gyurcsány Ferenc volt. És ma már felnőtt egy generáció, akik nem tudják, hogy ez a Schneidig szemüveges, jó fejségeket mondó és tornacipőben mutatkozó ellenzéki politikus egyébként volt már miniszterelnök, és az ő idején ilyen terror uralkodott Budapest utcáin. A kamion ezt a múltat civil kezdeményezésre idézi fel, hogy soha többet ne történjen hasonló eset, hangsúlyozta a politikus. Az eseményen Georg Spötle, a Nézőpont Intézet elemzője, biztonságpolitikai szakértő elmondta, a 2006-os esemény során a magyar rendőrök nem voltak felkészülve arra, hogy egy nagyszabású demonstráció, egy erőszakosabb tüntetés kialakulhat. 2006-ban Gyurcsány rendőrsége volt az, aki megbilincselt földön fekvő embereket, megvert, ujjukat kitört el, megrugdosták őket, fejmagasságban lőttek gumilövedékkel. Tehát ugye én is rendőrtiszt vagyok, a nyugat-berlini rendőrtiszti főiskolán kaptam a képzésemet, tehát ki van zárva, hogy fejre lőjünk gumilövedékkel, vagy könnygázgránátokat lőjenek ki fejmagasságba. Ezek alkalmasak az élet kioltására is közelről. A Vérbe folytott szabadság című vándorkiállítás, mely az Összödi beszéd kiszivárgásának 15. évfordulója alkalmából készült, október 16-án szombat délelőtt még megtekinthető Pécsen, a Széchenyi téren.